A Nemzeti Együttműködési Alap a civil szervezetek számára kínál támogatási lehetőségeket, forrásai pályázati úton érhetőek el. Idén minden eddiginél nagyobb 9,3 milliárd forintot biztosított az állam arra, hogy ezek a szervezetek fejlesztésbe fogjanak és bővítsék lehetőségeiket. szabolcs már Bereg megyében több mint 3000 civil szervezet működik, az összemutatott pályázati aktivitás pedig kiemelkedő volt az egyszerűsített, és az összevont pályázati lehetőségre összesen több mint 400 civil szervezet nyert támogatást, így megközelítőleg 450 millió forint támogatáshoz jutottak a megye egyesületei és alapítványai. Mindkét pályázatnak a megvalósítási ideje 2021. április 1-től 2022. március 31-ig tart, és most történt meg ezekben az eredményhirdetés, hiszen így már a megvalósítási időszakban nyugodtan tudnak a civil szervezetek tervezni. Öröm hír számunkra, hogy az egyszerűsített pályázat keretében több mint 65 millió forint érkezik a megyébe. 217 civil szervezet kapott e, támogatást. A másik, a nagyobb pályázat esetében pedig több mint 385 millió forint érkezik a megyébe, és 210 civil szervezet nyert támogatást az összevont pályázat keretében. Mindkét pályázat keretében, mind a pályázók száma, mind az általuk elnyert összeg nagyobb, mint a tavalyi, tehát a 2020-as A civilekhez eljuttatott állami támogatások az elmúlt három év alatt megháromszorozódtak, amíg 2017-ben még mindössze 5 milliárd forint állt rendelkezésre, a magyar falu programmal kiegészülve ez már a 15 milliárd forintra növekedett. A Nemzeti Együttműködési Alap civil pályázatai 2021-ben is folytatódnak. A kiírások és a részlet szabályok várhatóan a harmadik negyedévben jelennek majd meg.